Lehunna kék szemét az ég, lehunna sok szemét a ház. Dunna alatt alszik a rét, aludd el szépen, kis Balázs. Bár Pécsi Launa még csak 6 éves, nem ismeretlen számára a szereplés. A Felvidéki Néptánc Egyesület apróbb csoportjának tagjaként rendszeresen táncol. Ezen kívül balettozni tanul. Továbbá mesemondóként is bemutatkozott már a város rendezvényein. A költészet napján József Attila Altató című versét szavalta el. Ez jelenleg a kedvence. Laura mindig is szerette a verseket, meséket, és igyekszik azokat minél előbb megjegyezni, hogy később fejből tudja azokat elszavalni. Azt mondja, ennek egy oka van. Mert Anna otthon szokott mesélni. A negyedik osztályos Varga Ivett, Bella István Áni-Máni Messzenész című versére az interneten bukkant rá, és azonnal megtetszett neki. Mert minél több verset mondunk el, annál okosabbak, meg jobban fejlődünk, meg hát ilyenek. Tavaszok, nyarak, őszeim! Maradékaim és őseim! Bátaszék harmadik éve alakult versvárossá április 11-én, és idén sem maradhatott el a generációk versmondása sem. Óvodások, általános iskolások, középiskolások és idősek együtt szavalták el Kányádi Sándor Előhang című versét a Romkertben. A Magyar Költészet napját 1964 óta József Attila születésnapján április 11-én ünnepeljük, és ezt a fajta hagyományt szerettük volna továbbvinni, egy kicsikét átgondolni, és talán innovatívabbá tenni, és bevonni a bátaszéki közösséget. Ebben az esztendőben egy Kányádi Sándor verset választottam, az Előhang címűt, és ezt megkapják papíron a jelenlévők, és először előmondom, vagy fölolvasom, majd közösen elolvassuk, és egy ilyen nagy, hatalmas verses ováció lesz a végén. Ezen felül pedig a turisztikai információs pontban a mai napon, április 11-én mindenki versajándékot választhat magának teljesen ingyenesen, tehát aki bemegy vásárolni, illetve a környéken jár, annak ajánlom, hogy nézzen be és húzzon magának egy verset. 50 fajta vers, több száz darabbal készültünk, mert tavaly körülbelül egy óra alatt elfogyott, és remélem, hogy talál magának benne mindenki olyat, amelyik a szívének kedves lehet. Nyilván ebben a rohanó meg elidegenedő világban azért az emberek vágyják ezt a fajta intimitást, amit mondjuk akár a vers tud adni számukra. Én kifejezetten azért szeretem a verset, most már évtizedek óta mondhatom, koromból adódóan, mert ha van az embernek 3, 4, 5 vagy 8 perce, akkor belebújhat valamibe. Nem kell ahhoz egy könyvet elolvasni, amelyhez mondjuk napok kellenek, mire belebújik az ember. A vers az maga az élet eszenciája, belesűrítve 3 vagy 4 percben. Számomra ezért ennyire kedves. Aztán, hogy most ebben a rohanásban az ember tud szánni 2-3 percet, talán tud, és lehet, hogy ez a népszerűségének a titka, én ebben csak bízom egyébként, illetve az, hogy a tájékoztatást megkapja mindenki, és örömünkre, legnagyobb örömünkre nagyon szívesen jelentkeznek. Akár a nyugdíjas klubból, akár az önóból jönnek már, készültünk nekik padokkal, hogy le tudjanak ülni, de az óvodások is első felhívásra azonnal jelentkeztek és jöttek. Számomra Kányádi Sándor nagyon kedves, úgy általában véve az erdélyi magyar irodalom, és próbáltam egy olyan verset választani, amelyik talán több ember vagy a jelenlévő generációk szívéhez is eljuthat. Ahol a keserű számban édesé ízesül, vannak vidékek legbelül.